Na hát tenger mélye tisztelet, kedves barátaim, kedves nézőim, én Oszkár vagyok, és ez itt a Sirius-em névi játszásnak a másik része. Bum, bum, zenére mondom. Na, itt vagyunk, és folytassuk akkor a küzdelmeinket. Tehát ugye még mindig az a feladat, még mindig nincs skill pontom. Még mindig találkozni kell Rodriguezzel és Jones-szal. Join the rest of your team at the Piazza della Repubblica. Oké, akkor menjünk. Igen, egyébként jó pár dolog a Talos Principle-ből van átemelve ebbe a játékba. Néztem a PC gurunak is a bemutatóját, és ők is észrevették azt, amit én, hogy jó pár elemet, például ilyen szobrokat Talos Principle-ből emeltek át a készítők. Ugye az is ezeken a történelmi helyszíneken, földrajzi helyszíneken játszódik. Mi az ott? Az a kék? Semmi. Takony! Na tehát akkor pisztoly. Hopp, várjál. Sima sörítes. Anyára! Back to hell with you! Back to hell with you! Az jó, hogy ebben az új részben projektiles ellenfelek nincsenek. Egyébként, ja, igazad volt, persze, nekünk sem kell berakni projektiles ellenfeleket, mert agyfasz. Agyfasz gyanús a dolog. Nézzük. Valahogyan fel lehet jutni. Szerintem valahogy biztos fel lehet. Minek építették volna azt ott így ki, hogyha nem lehetne, bár... A mai világban... Már nem tudhatod, hogy mit miért építenek ki a játék készítők. So, father, you came all this way from Russia to find the Holy Grail? Yes. Technically, like Catholicism, Holy Grail is heretical. But this is no time for dogma. Each must do all he can to save planet. Ja, most már a C betűvel meg tudom mutatni azt, hogy és meg tudom nézni, hogy merre kell tovább menni. Úristen, mi ez a tükröződés? Egyébként most néztem egy ilyen összevetést, grafikai összevetést. Pontosan az olyan videókártyán, ami nekem is van, 1070-es GeForce, hogy milyen low beállítás mellett medium, high, meg very high. És nem volt olyan túl nagy különbség. Érdekes. Grafikáilag. Na itt valami pukkanni fog szerintem most mindjárt, nem? Lesz durranás, gyerünk! Dur. Bebújjuk ide a falevelek mögé, senki nem talál meg. Haha, megvárom, míg elmúlik ez a nagy háborúzás, aztán utána kimegyek egy sajt burgerért. An update on the Tunguska offensive. As previously, the PDF front has been pushed back further toward Irkutsk. We now know that troops were recalled to participate in an attack on Angarsk, which was aimed at the destruction of a portal. We lost some ground, but at least now the enemy can't teleport straight up our noses anymore. Losing ground might sound like a bad thing, but let's keep in mind that Siberia is a big place with egyes gombbal tudom váltogatni a cuccokat. Point I'm trying to make here, folks, is that we need to pick our. Most kiválasztottam a gyógyító cuccot, jó, nem kell hallgatni ezt szart. Ja, késre átváltok. Viszont hogyha most a gadgetet az Y-ra átváltom erre, akkor már ezt váltogatja. Jól van. A weapon view. Oké, na mindegy, menjünk. Nézd, már neki támaszkodott Kenny, milyen kényelmes ez a Kenny. Kenny vágja. Hogy tetszik az új trikóm egyébként? Tegnap jöttek meg az új ruháim. Eléggé szűk egyébként. Tehát, hogy olyan marha nagy karom van, meg izmom, hogy sometimes I wish I was back in university. Belevág a karomba. Majd ki fog tágulni, pedig XL-es. Fell out of orbit. És mondd so meg. I guess this is safe by comparison? Jó van, pofa be. És én beszélek. Jaj, gyerekek, mi ez itt? Ez itt nem Hellfire. Stand united for Earth. Hey, láttad, ezt feljutottam a tetejére. Csak a kérdés az, hogy minek? What for?
Szóval megnyom a C betűt. Mutatja, hogy erre mennyi a köcsög. Is that a giant metal space snake? Yep. Oh, I see. Good. That's good. Nem nagyon lehet valami csinálni, úgy látom. Ez valami ilyen kiber százlábú. Oldalászunk, ha-ha-ha. I smell seafood! Octanians are coming! Vannak egy páron. Okay. Mik ezek egyáltalán? Fura lények. Shells full. Kötszer, pont erre volt szükségem. Vietnam lecsúlott a personale authenticate. De csak az arra jogosultak léphetnek be, atyám, önjogosult? Azokat az őszinte szemgolyóidat. 928 méterre vagyunk a célunktól. This is mayhem! My faith is my shield! Take it! They're not processed, come out! Oh god, they're shooting at me! You'll never catch me! Ezek rohadt gyorsak. Amen. Praise the Lord! And pass the ammunition! Amikor melyik közelebb vannak, akkor gyorsulnak be. Hú. Nagy csata volt. He. Töltényileg is megkoptunk. Inkább egészségügyi táska kéne most már, meg páncél. Sirius okozata nagyon gyorsan leszedik. Na jó. Akkor menjünk tovább. And now for a short editorial. Tényleg ezek fel lehet robbantani ezeket? Nem. Ez nem a Shadow Warrior. Kuka! Nem lehet belebújni. Na megint egy ilyen mini kuka, néz már ide. Ott fent van egy titkos cucc. Secret armor has been found. Hú, mennyi páncél. Na, ezt például tudtátok, hogy itt van? Fogadjunk, hogy Spes tudta. Na. Hú, mi ez? Átvezető animáció. Mi van abban, Spen? Nyisd ki. Mi lehet benne? You have found a Syrian artifact of might. I theorize that the cloud of nanoparticles contained within can grant powerful new skills. However, the human brain may not be... You inhaled it, didn't you? Yep. Yeah. Of course you did. Emberi test nem biztos, hogy képes befogadni. Ugye belélegeztetszem? Igen. Na, hát akkor melyiket válasszuk? Gondolom itt mindegyik egybe kerül, csak ilyen különböző útvonalakon lehet eljutni, tehát... szerintem ez a... nagy ellenfeleknek a kivégzése, ez jól hangzik. Csak mondjuk azt nem tudom, hogy ez úgy működik-e, hogy először meg kell gyengíteni. Hát gondolom, hogy először meg kell gyengíteni, és akkor oda megyek, és akkor szétverem, tehát mint a Doomban. De azért az úgy eléggé olcsó lenne, hogy oda melyik egy nagyobb ellenséghez, nyomok egy aktivációt, és akkor így széttépem, érted?
medium ellenségeket is szét lehet tépni. Long distance relationship, increased distance with sugar is. Egyébként ez lehet, hogy ez az útvonal nem lenne rossz. Főleg Sirius okozaton, és akkor mondjuk innen kiindulna, ezzel kezdenénk. Ugye a gyógyító ütés. Tehát végülis maga a közelharci támadás gyógyítana. És akkor így gyakorlatilag bárkit ki tudnék végezni, gondolom, hogy a minibosszok kivételével, meg a bosszok kivételével. Objection, your honor. Use objects as melee weapons, objects can be swung, primary throne. Hát ez szerintem ez nem jó. Rodeo time. Ride enemies such as verbals and knoom. Ezeket meg lehet lovagolni. Hát... Dual wield. Igen, ez jónak tűnik egyébként. Még. Born to run, fire and reload even while sprinting. Tehát... A közben is, tehát sprintelés közben is lehet újra tölteni. Move at normal speed even while aiming. A célzás közben is normál sebességgel lehet mozogni. Hát ezek ilyen kis ráadások plusz. Dual wield harder. Dual wield two-handed weapons. Tehát ilyen kétkezes fegyvert is lehet duplán hordani. Dual wield heavy weapons, nehéz fegyvereket, mondjuk ágyú meg ilyesmi gondolom. The quick and the dead. Weapons reload faster, gyorsabb újratöltés. Full speed ahead, gain increased shooting speed after reloading. Újratöltés után gyorsabb tüzelés. Gain 50% resistance splash damage. Aha, tehát az ilyen rakéta becsapódásokból fakadozó splash damage-nek a csökkentése, ez pedig deal more damage when low on health. Akkor alacsony az életerünk, akkor többet sebzünk. Hát én elindulok ezen az útvonalon. Ki is próbáljuk, most amúgy is 50%-on van az életerünk. Down, demon! 45. Gondolom, hogy a túl sokat azért nem gyógyít. I will not cease from mental fight. Miért nem öltem meg? Let me give you your last ride. Nem is gyógyultam semmit. Na most igen. Ó, csak kettő, gyógyulok, úristen. Ez low fütyi. I must reload. In the Russia, even small child could kill you. Oroszországban még egy kisgyerek is meg tudna téged ölni. Nem nekem mondta nyilván. Hú, hát ez elég szarul jöttünk ki ebből. Yeah. My son, there are people up there. They need our help. Help the Italian resistance, az olasz ellenállóknak segítsél. Jó, csak először is kéne valami életerő, mindjárt megdöglünk. Ó, ilyen szűk helyeken. We'll have your back, sir. I will pray for you. Since you have the shotgun, can you shoot and I'll pray? As you wish. Miről van szó? Whee! Szóval akkor most egyedül megyek be. Nem jönnek utánam. Ajjajjaj, új életerő pak. Oh, benvenuto! Welcome to Rome, friend! How do you like it? Love the food, hate the traffic. Traffic?
Well, my convoy got blown up. Still better than before the war. Igen, de egyébként én úgy vettem észre, hogy mi sem lövünk projektájlokat, csak ilyen nagyon, és ilyen ickeneket. Ezt korábban is rosszul mondtam, tehát lényeg az, hogy a mi lövésünk sem hitszkenek, hanem projektájlok. Mi a szar? Oh, benvenuto! Welcome to Rome, friend! How do you like it? Love the food, hate the traffic. Traffic? Well, my convoy got blown up. Still better than before the war. Hogy jöttem fel? Hogy bezárulott? Neighbors are noisy. Yes, but the view is wonderful. Anyád. So, what brings you to Rome? Oh, the usual, saving the planet. You should talk to Massimo. This is also his hobby. Kéne beszélni Izumóval, neki is ez a hobbija, megmenti a világot. Most még visszafelé kell menni megint? Nincs már életerőm, mindjárt megdöglünk, he. Atya úristen. Mennyi van még ebből a szarból? Hú, ez a Sirius okozat lehet, hogy kicsit nagy falat lesz egy elsőre. Your neighbors are noisy. Yes, but the view is wonderful. Még nem tudom, mikor kire kell lőni, állandóan itt mászkálnak ezek a seggfejek. Egyedül könnyebb lenne, komolyan mondom. Oh, the usual, saving the planet. You should talk to Massimo. This is also his hobby. Fuck.
Na mi van már? Mennyien vannak még ezek? Ez meg úgy. Merre kell tovább menni, még mindig erre? Ez megkergült. Szerintem sikerült, nem? De miért mondja, hogy igen, lefelé mutat ez szerintem, csak próbálja megtalálni a legrövidebb útvonalat. Now that's what I call raising the roof. Thank you, my friend. I think we have been fighting every day since the city was invaded. We... Massimo! Massimo! No! Na! Viszont ott van egy jó kis fegyó. Ugye a miénk lesz szerintem. Kicsit több együttérzésre vágytatok, mi? Úristen, meghalt! Massimo! De! Real badass. How can he be dead? He is Massimo Murena, the hero of the Italian resistance, the spirit of Roma. Is that really how his story ends? It does not seem right. We never get to feltámad. Csak ketchup volt. What's your name? Bevágtam volna egy ilyen poént Sirius szemjátékba. Your name is Massimo Murena. It is? Yep, that's you. Massimo Murena. Hero of the Italian resistance, got it? But who died? Some guy called Paolo. Just a brave, ordinary Roman. But Massimo Murena will take revenge, won't he? It's what he would have wanted. Take this, my friend. Gondoltam, hogy ez enyém lesz. From Massimo Murena. Hol van a fegyóm? Mi ez? Ez egy sima sörétes volt? Vagy most mi? Nem áll! Ó, hát ma volt nekem ilyenem. Mindegy. Jó, a sörétes is jó nekem. Úgy, nagyon megcsapantam lőszerügyileg. Lőszerügyészetileg. Olyan, mint hogyha szerintem motorkerékpárom, hogyha lenne, akkor úgy át tudnék ugrani. Talán oda. Így nem hiszem. Nem ismerem megtenni. Na jó, menjünk akkor, menjünk. Itt nincs semmi. Jó, hát akkor gyűjtögetnünk kell egy kis lőszert most nagyon. Meg páncél, abból nem vagyunk eleresztve. I hope you were successful, my son. Successful. You win some, you lose some. Can't tell which one this was. Na nézzük. Hát, nem nagyon találok én itt semmit. Na itt lehet valami van. Nagyon úgy tűnik. Én ide tennék valami cuclit. Jó, persze, ha innen jöttünk, nem? Most akkor visszafelé kell menni, vagy valat? Mennyi átvezető a videóban, he, animáció. I sense evil presence. Is your priest sense tingling? No, I just see pale corpses and floating objects. Jesus Christ. Sir, it's an organ hemivore. It's a fucking vampire, Kenny. Mikor döglik már meg? Hogy több is van belőle, aha. Should have packed holy water. Reloading! Ha.
sucker! Megpróbáltam közelről kivégezni, de nem nagyon jött össze a dolog. Be kell osztani a töltényt, he. Egy darabig pisztolyjal megyünk. Jó lenne oda felugrani valahogy. Mondjuk így. Na, itt valami. Nothing. Hát pedig ez megért valamit itt. So long, suckers. They beat me, but I do not feel it. Hey, hold on, meet me. You shall rip your soul. Amen! De miért nem ugrok fel, he? Amen! Anyátokat. Na jó, akkor itt más módszert kell csinálni. Nya. Ne. Békaseggy alatt vagyunk, de nem baj. Na, hol vagy? Hol ugatsz? Nem azért, ez rohadt gyors. Furcsa az illesztés. Úgy is mondhatnám, hogy kérem vissza a pénzemet. Let's go up here some. De sötét van itt. De legalább kapok sörétest. Ezt nem lehet megnyomni, nem lehet. Nem lehet interaktálni a környezettel. Borzalmas egy megállapodás, ez megállapítás, ez. Ah, életerő. Nyomjuk a quick save-et. Quick save-ből élek. Sounds like we're about to have company. You do not threaten me. Nem is látom, mi történik. Sounds like we're about to have company. Igen, éppen ezért húzzuk el a belünket innen. I will not cease from mental fight. Kb. Azt a hangeffektet adják ki, amit én érzek, miközben menekülök. Na gyerünk. Jó nekik, hogy ők halhatatlanok. Egyedül nekem kell vigyázni. Mi a szar?
esélyetek sincs, köcsögök. Túljárok az eszeteken. Végül is Oscar a nevem. Ha? Forgive me. I almost made Stairway to Heaven joke. You are forgiven, father. Stairway to Heaven. Jó, Led Zeppelinnek a egyik leghíresebb száma. Szeretem én is. Sokan feldolgozták amúgy az elmúlt évtizedekben. Majd nem tudom, milyen régi az a szám, de biztos, hogy már legalább 2 évtizedes. De lehet, már sokkal több is, nem tudom. Ó, de kellene be tudom feljutni. Reméljük megdöglött mindegyik már. Ti is remélitek? Jöjjj, viszket! A fenekem. Na, azt mondja, hogy remélem mind megdöglött. Ugye szűkli... Egyébként ez a lépcsőház engem nagyon emlékeztet a első lakásunkra. Ott volt ilyen hatalmas, hát mondjuk még ennél is magasabb volt a belmagasság nálunk. És merre kell most menni? Ja, hogy még van egy emelet? Jó, kiégeti a szememet. Az emelet. Emellett nem jó dolog. Jaj! Fogadjunk, most lesz egy animáció. Oh, wow! What a lovely view! Gyönyörűs. Planet Earth, baby! There's no place like it. Főleg, hogyha meg tudom vakarni a fenekemet még közben. Oh, yeah! Na most, ha innen fejest ugrok, akkor mi történik? Semmi. Csak rábaszok. Úgyhogy nem ugrok fejest a betonba. Nem egészséges dolog. This is... Na jó, hát akkor ugráljunk, és most biztos, hogy nagy tömegharc lesz. Lefogadom. Egyébként tényleg elég szép. Főleg 4K-ban meg high-ra állítva minden jó lenne. Még jobb lenne. Na majd 10 év múlva. In the rush, even a small child could kill you. Ne! Beleugrottam a fába. Felnyársalt a fa. Pocakügyileg. Na most várjál, hogyan tudok ide visszajutni egyáltalán? Vissza tudok valahogy jutni? Nem igazán. Esetleg így, ha körbe rohanok, megpróbálok majd körbe rohanni. Na, hogy tudod mit? Nem érik el, menjünk el. Nem kell itt leállni harcolni mindenkivel. Ujj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 
A bimbómat ne tépjed. Ne tépjük a bimbómat. Na jó, ez így nem megoldás. Mi? A Quicksave-et töltsöd vissza. Mi itt mentettem? Hogy lehettem ekkora őrült? I shall rip your bimbo nipple. Plotch. De nem egy ilyen fegyvert kaptam? Nem úgy. Come at me, you alien pendejos! You want Mexican? I got Mexican! You want American? I got American! Y'all wanna fight me? Come get your chile con carne! Sex, drog és gépfegyverek. What he said. Less talking, more shooting. Kevesebb beszéd, több lövés. Sam,
Nice to see you in one piece. Yeah, yeah. Never been so glad to see your ugly face, Gavron. Hey, where's the rookie? I really wish I had a gun! Catch! Hey, ty plujesz, what? I lost my shoe. The new guy. Yeah. Nice shot! Crap, one-liner, though. I wasn't trying to do a one-liner. I lost my shoe. Dude, that doesn't even make sense. Should have said surprise. Just as you turned around, that would have been sweet. I was just trying to survive. I wasn't... This is triple A, boy. You gotta survive with style. He's a smart one. Would have been. Can we do this later? This looks like a combat situation. Last to last. Reloading. I'm out. Reloading. Where does the clip go again? How much could I tear up, bro? Ah, Istenem, sokat fogunk szopni még itt. De hol, mi ez a mentés? Hol? Itt mentettem. Hallottak, hogy jó szerintem. Itt vannak a seggemben állandóan. De hogy? Ezt hogy? Ezt hogy gondolták a készítők? Nem azért. Ez hiányzott. Bassza meg. You will not harm my friends. Thank you.
The scream of kamikaze! It was not mine. Hogy kerültem a mennyit ekkora szarba? Ne! Én vagyok a hős. Oh, basszom. So, Kenny, you should have gone for an eye joke. Always good with Nog. I see you. I bet you didn't see that coming. But... Öregem, ezek sokkal lazábbak, mint Sirius szem. Ezek itt röhögnek, én meg majdnem küzdök az életemért, hallod? Fogadjunk, innen valami ki fog jönni. De megint 50 életerőm van, mi a szar? Hey Kenny! I got a good one for you. Ragnarok! That does not work. Better than I lost my shoe. I lost my shoe! Úristen, ezek a rohadékok itt vannak. Ezeket nem szeretem. Mother sucking bloodfucker! Ja, ők se szeretik. Jajjaj, a szexi új trikóm nem ment meg. Anyátokat. Brought to hell with you. You do not frighten me. I am reloading. Hold on, gotta reload. Okay. Lőszerre van szükségem. Adjatok lőszert! Hey Kenny! You come up with a good one-liner yet? Or are you still waiting? Mire lő az? For the other shoe to drop! Rodriguez! Cut him some slack, he's new. He'll learn. Ezek verebek. Mi a szar? That hurts! A little. I'm shooting it! Have mercy on my soul! No pain, no gain! Amen! Oh. Jaj! Die! Just need to reload! Ouch! Hú, oké. Okay. Ez csak összehoztuk. Na, ez meg mi a szar? Ajjaj. Na ezt hogyan? Okay, time to break out the big gun. What? The minigun? But that's Hellfire's. You know what she's like about people taking her stuff. Nah, she won't mind if I take it. Is no one going to
comment on the fact that a giant metal space snake just burst out of the ground? What was it doing down there? Well, I was told I would fight Power of Serpent. I did not think it would be so literal. Hey, Joan! Wanna bet I kill that thing first? Ezt csak simán lőni kell. Be my guest. Mi az a zene? Hey Jones, remember when we killed that wyvern in Tokyo? Technically speaking, it was a basilisk, but it died just the same. Really, you're gonna live to regret this, but not for long. Gotta feed my gun! I must reload! Azt a rohadt. Technically speaking, it's an ex-basilisk. Shut up, Rodriguez! Speed bump! Woohoo! Megjött Hellfire. Extremely flammable. Rendkívül lobbanékony. Gyúlékony. Hey boys, did you miss me? You're right on time. Hey, Carter, what's new? Did you know this exact same model of bus was used in the assassination attempt on the Italian Prime Minister's personal ufologist in 2052? Now, most people say it was the Illuminati, but I'm pretty sure it was the CIA. Your tax money at work. Paranoid? Who told you that? Kim wanta azt neked, hogy paranoid vagyok? Ladies and gentlemen, the express bus to anywhere but here is now departing. Want me to drive? I don't trust your driving, Stone. Remember what happened in Oslo? Hey, that nun came out of nowhere. You know what's funny? Today's my birthday. Damn, I didn't get you a present. Ma van a szülinapom, a francba. Nem hoztam neked ajándékot. Jó, gyerekek, hát nagy csatározás volt ez. Death from above. Halál felülről, halál alulról. Belenézünk még a következő pályába, aztán zárom soraimat. A töltés az nagyon hosszú. Még jó, hogy a quick save-et az gyorsan visszatölti legalább. Ja. Minden egyes visszatöltésnél ennyit kéne várni. Ezekiel went to the Valley of Bones. And the Lord said to him, nagy nyílt terület. Can these bones live? Jó, gyorsan futnak. And Ezekiel said, O Lord, they will obey your commands. Brand, ask questions later. And that's how you do it. De ez a kopasz úgy néz ki, mint Ákos. Tisza Ákos, csak egy kicsit komolyabb arckifejezéssel. Give me some options. Rome sealed tighter than a virgin's buttocks. Sorry, Padre. Wheels are out. Hellfire, what about wings? No way! It's like the annual Octanian Raider convention up there. Freulein Hellfire is correct. Unless Vesuvius were to erupt, enemy control of the airspace will remain absolute.
Yes, yes, that's it! But we'll use Vesuvius, just like in 2010, when they used HARP to trigger that volcano in Iceland and brought down all air traffic in Europe to stop the Illuminati from getting out of Belgium! Ridiculous! The HARP is the High-Frequency Active Auroral Research Program. It is not an earthquake machine. Egyébként egy létező dolog ez a HARP. Hogy esetleg olvassátok a szövegeket. I would know about such a device. Actually, it is an earthquake machine. Verdammt! Wait, Ákos. I'm right? Yes, I knew it! And now he'll never shut up. Thanks. We called it Project Rock and Roll. A powerful experimental weapon designed to provoke seismic activity. It hasn't been used in years, but I've got the access codes. But sir, the targeting system is down. We need to manually place beacons to realign the satellite. Then the team just won an all-expenses-paid trip to beautiful Pompeii. It's crazy. It's impossible. I love it. Let's do it. Sam, I need the team to place 8 beacons. I've uploaded the target locations to your Nitrixa. Okay, guys. All we need to do is take these doodads to their designated locations. Rodriguez, you go north. Kenny, west. Jones, do the stadium. I'll take care of the south. And you know the drill. Last one back pays for drinks tonight. Yep. On it. Moving out. I'll be in the car. De ez már ilyen csapatmunkahe. Hát csinálok itt egy nagy mentést. Hogy azért legyen. Meg egy kis mentést is. És akkor búcsúzok tőletek, remélem élveztétek. Hát eléggé megszivatott most a játék, azt kell, hogy mondjam. Minden oszkáros idegrendszeremet, meg összpontosításomat, meg reflexeimet, meg szupererőmet össze kellett gyűjteni, hogy szériusz fokozaton végig tudjam vinni ezt az előző pályát. Gondolom, hogy csak még durvább lesz az elkövetkezendő epizódokban, úgyhogy tartsatok velem következő alkalommal is, és ne felejtsetek el feliratkozni! Mua! Sziasztok!